Irodalmi villás reggelire várták a vendégeket vasárnap délelőtt a Borcsa étteremben. A Krúdi Gáblin több fogásos menüt szolgáltak fel, amihez házi pálinkát és barna sört is kínáltak. A cél az idő lelassítása, a jelenléttel megtöltött figyelem, amolyan ráérős 2 óra volt. A rendezvényt a Hamvas Béla Asztaltársaság szervezte. Valamikor az ősidőkben 20 évvel ezelőtt ez a Krúdi Gábli, ez egy nagyon hagyományos, a krúdi hagyományhoz illően kezdődött Blahában, ugyanis mi a krúdi reggelinek, a Gáblinak a lényege, hogy egy átmenő volt éjszaka után reggel császkálok a sétányon, és bemegyek a borcsába, és szólok a séfnek, hogy van valami a konyhába, és akkor egy kicsit törkölt maradék, aztán valami enspájnert csinálnak hozzá, persze pálinka, házi pálinka az mindig van, esetleg egy kis csapolt sör, tehát ez a klasszikus reggeli. Krúdihoz híven velőspiritóssal kezdődött a gasztronómiai élmény, majd Mikszáth Kálmán, Ady Endre és Jókai Mór egy-egy kedvenc étele került az asztalokra. Így egy ízletes palóclevest, lencsefőzeléket borjú pörkölt el, és tordai galuskát fogyaszthattak el a vendégek. Ezek mind klasszikus magyar ételek, amelyek ma már sajnos hiányoznak a balatoni éttermek étlapjáról. Ennek persze oka van, sokat változtak a trendek, az új irányok kiszorították ezeket, és a vendégkör is nagyot változott. Aki ma megengedheti magának, hogy étterembe járjon, már teljesen más választékot vár el. Ezeket a tradicionális ételeket már nem nagyon tudjuk beilleszteni ebbe a mai, hogy is mondjam, fölgyorsult gasztronómiába és a gyors, úgymond ételekbe, amit ki tudunk adni. Ezért inkább, tehát ezt a menüztetés rendszerbe tudják legfőképpen beépíteni, és abba tudják ezt legfőképpen értékesíteni. Itt ez a földgyorsult világban mindenki inkább ezt a gyorsabb, minél egyszerűbb ételeket szeretné elkészíteni, illetve étkezni is, amivel pörgősebbé tudjuk tenni mindenkinek a napját. A gyors ételeket, amiket mostanában fogyasztunk, sok zöldségből, vékonyra szeretett húsokból vannak előállítva, amik gyorsan, kicsit resme el lehet készíteni úgy, hogy finom is legyen, gyors is legyen, és gyorsan meg is tudják enni. 1892-ben készült az első palócleves, a nagy palóc, Mikszáth Kálmán tiszteletére, aki szerette az életet a fehér asztal mellett. Értette és megbecsülte jó ételt, italt, odajárgatott barátaival, írótársaival, kisfaludistákkal és másokkal az István főherceg nevezetes külön szobájába. Az ízletes reggeli közben a magyar klasszikus szerzőktől irodalmi szövegek hangoztak el Szarvas József Kossuth Díjas színművész előadásában. Az ételek fogyasztása közben pedig lágy zene is szólt Pingitzer Szilárd jazzzongorista előadásában. Yeah, that's a good one.